Ha olcsón és gyorsan szeretnél egy megbízható oldalról FIFA zsetont vásárolni, akkor látogass meg a 5mmo.com-ot, és használd a Bazsi kuponkódot 5% kedvezményért. Link a leírásban. Na szevasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és ma eljött az ideje az első Team of the Season pack openingünknek. Kint van a Bundesliga, illetve a Portugál első osztálynak a Team of the Seasonje. Úgyhogy ma ezeket fogjuk megpróbálni kinyitni. Van egy-két elég jó játékos, mindegyik ilyen elfogadható áron is megy, úgyhogy igazából egész jók ezek a tocok, és mivel Bundesliga, illetve Portugál Liga, viszonylag nagyobb az esély arra, hogy kinyitjuk őket, mint a Premier League-nél vagy a La Liga-nál, ezért is gondoltam arra, hogy most csináljuk meg ezt a pack openinget. Viszont még mielőtt belekezdünk, kaptam megint 2 darab meszt a Soccer Mo Plus-os barátaimtól, úgyhogy ezt most gyorsan megnézzük, aztán belevágunk gyönyörű szépen a pack openingbe. Na szóval az első mez egy eléggé sok magyar játékost felvonultató csapatnak a meze, hárman is játszanak ott, méghozzá a Sporting Kansas City-ben, úgyhogy rendeltem egy ilyen kis hazai meszt. Nincsen sok MLS mezem, úgyhogy ezért is gondoltam rá, hogy a Sporting Kansasnek a mezét fogom kérni. Elég jól néz ki szerintem. Közben elmegy a hangom. Szóval ez ilyen gyönyörű, szép kis csíkos dolog. Igazából itt meg is mutatom közelebbről, csak pont jól szűrődik be a fény. Na mindegy. Hihetetlen jól néz ki szerintem. Ilyen az eleje. Itt van nekünk gyönyörű szépen az oldalán a Kansas külön MLS logója. Ugye minden csapatnak ilyen másik színben van. Ezt mondjuk annyira nem vágom miért, de jól néz ki. Illetve itt a hátul ilyen fönn van, hogy For City For Glory, vagy fordítva. Majd nem sikerült. Úgyhogy hát ez így néz ki. Eléggé menő szerintem Kansas City idei hazai meze, úgyhogy ezért is választottam ezt, meg ugye a magyar fiúk miatt. A második mez pedig egy nagyon gyönyörű mez, ez egy következő szezonbeli mez, méghozzá a Liverpool hazai szerelése. Ez így néz ki. Gyönyörű ez az arany szerintem a piroson. Ennyi a dolog. Brutálisan királyul néz ki. Itt a az ujjaim van valami ilyen kis, nem tudom mi. Illetve a Western Union felirat. New Balance, Liverpool, minden, de hogy miért jön így a fény, ezt ne kérdezzétek, mindegy. Illetve itt van ez a tragédiára emlékeztető kis logószerűség. Meg egy úri embernek a neve, akit fókuszálj már rá. Így van, akinek nem tudom, hogy ki, de mindegy. Szóval, hogy elég részletesen is ki van dolgozva ez a mez. Szerintem brutálisan jól néz ki, gyönyörű szerintem rajta ez az arany minta, vagy hát nem is tudom, az arany szín nagyon jól áll a piroshoz. Meg ezek a csíkok is hihetetlen királyban néznek ki. Úgyhogy szerintem nekem eddig ez az egyik kedvenc mezem a következő szezonból. Tudjátok jól, hogy én inkább United szurkoló vagyok. Hát annyira nem jön be nekem az új mezünk, úgyhogy na mindegy, attól függetlenül majd azt is be fogom szerezni. De viszont ezt most fölhúzom gyorsan, úgyhogy pillanat. Na itt is van rajtam. Egyébként a Soccer Mo Plus-nak a linkjét a leírásban gyönyörű szépen megtaláljátok. Viszont most kezdjünk bele a pack openingbe. Na srácok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a kis reklám részt is. Van 300 000 zsetonunk, illetve 12 000 FIFA pontunk. Ezt a 8 darab Jumbo Rare Players packet gondoltam elnyitni. Úgyhogy nézzük az első csomagot. És reménykedjünk abban, hogy jó játékost fogunk kapni. Nem lesz Walkout sajnos az első. Ettől függetlenül még lehet jó. Portugál, right mid. Hát ez egy Quaresma. Kezdésnek annyira nem rossz, de nem is jó.
Legalább jó sok játékos lesz, aki várja ezeket, nem dobom el. Na nézzük orral, hát ha szerencsét hoz. Bam! Figyeld, bátya! Ott lesz a Tots Royce. Ebbe se lesz semmi jó. Portugál right winger. Egy fokkal jobb. Na most ezt, hogyha egy nappal előbb nyitom, akkor Team of the Season. Így viszont nem. Kellemetlen. Na mindegy. Következő mondjuk legyen ezzel a kis objektív védő genyóval. Mennyit kell még nyomni, tesó? Na, nézzük. Az workout. Az Team of the Season. Fölteszem a videót. Portugál left wing, Acuña. Nem portugál, hanem argentin. Jó, az első tocunk, srácok. Nem bundásligás, de Team of the Season. Igaz, hogy az egyik leggyengébb, de ettől függetlenül azért ott van a fiú. Na, király. Király, király. Oké. Okay. Amúgy nem rossz. 5 csillagos cselezése van. Fú, de az a befejezés, de rossz te. Oké, okay. Nézzük. Ezt most csak simán. Kérlek szépen EA Sports, még egy ilyen jót. Ez nem lesz workout sajnos. De bordos, nyilvánvalóan. Brazil center back Marquinhos. 85-ös. Ez nem rossz. Ő egy jó játékos. Még lehet, hogy használni is fogom. Ez egy egészen korrekt csomag volt. Igaz, hogy az árát nem hozta vissza. De hát az előző se. Meg úgy egyik se éri meg soha, na mindegy. Most a mondó vagyok, hogy nyissuk telefonnal. Közben nekem itt valaki küldött egy snapet. Zseniális! Nincsen workout. Miért nincsen? Viszont inform. Tesó. Hát ez nagyon jó Angulo. 82-es. Jobbra számítottam. Na. Hát jó van. Úristen, mennyi játékos te. Utolsó nyitásunk FIFA pontból, hogyha nem lesz benne semmi jó, akkor lehet átmegyünk másik csomagra. Nincsen walkout, de miért nincsen walkout 100 000 respektből, tesóm? Jó, hát ez egy, már ez szintén 85-ös, de ettől függetlenül nem jó. Úgyhogy valószínűleg váltani fogunk csomagot, mert ez így annyira nem buli. 55 000-es csomagból nyissunk mondjuk 2-t szerintem. Coinél. És akkor ennyi lesz igazából. Ez se workout, tess. Na, ez meg nem is bordos, jól van, akkor megyünk vissza a 100 000-esre tökömet. Gyerekek, hát ez mi ez? Utolsó 100 000-es csomag, én nem nézek oda. Ti nézzetek és szóljatok, hogyha ott a Team of the Season. Ennyit tudok mondani. Fabinho. Egyébként nem rossz. Baszki. Csak már nem fognak fölférni a listára a játékosok, úgyhogy most mehettek a kukába. Egy utolsót, hogy elfogjon gyönyörű szépen a zsetonom, aztán be is fejezzük. Nézzük. Nincsen walkout, hát nincsen szerencsém, viszont ez valami man of the match. Dán, goalkeeper, Mittiland, hát ez baszki. Hansen. Zseniál. Uha. Van egy pár dupla. 82-eseket azért eltesszük. Többi az kuka. Szerintem még belenyitunk ebbe.
Mert miért ne? Aztán befejezzük a videót, srácok. Nézzük, nincsen walkout sajnos, úgyhogy egy Team of the Season sikerült nyitni, ezek szarcsomagok, ilyet nem nyissatok. Viszont ennyi lett volna már ez a videó, srácok, hát... Én azt gondoltam, hogy azért itt valamit jobban fog adni, de egy toccot azért sikerült, volt itt Team Form is, meg Man of the Match is, úgyhogy annyira nem vagyok elégedetlen, de hát nyilván nem profitban végeztük szokás szerint a pack openinget. Viszont már ennyi lett volna ez a videó, hogyha tetszett és még nem tettétek meg, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, és találkozunk hamarosan egy újabb videóban. Szevasztok!